Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kisbenedek József, egyetemi tanár, katonai biztonságpolitikai szakértő, és volt katonai attasé. Szép jó reggelt! Jó reggelt! Bízom benne, hogy jól vagy. Nagyon kérlek, ne idegesíts fel magad, egy nagyon érdekes témát fogunk. Ha jól hallottam, a parlamentben voltak olyan politikusok, akik emlegették ma már a harmadik világháborút, az atomháborút. Hogy vagyunk mi egyáltalán erre fölkészülve? Mennyire ragadtatják el magukat a képviselők? Biztos kapnak híreket, de mennyire kéne ezeket? Ezek nem hírek, ilyen ezek felelőtlen megjegyzések és felelőtlen megnyilvánulások. Én úgy gondolom, hogy ilyet nem szabadna. Tehát a magyar emberek szokták mondani, ugye, többet érdemelnek, mint azt, akkor riagassuk őket, hogy atomháború lesz, meg világháború lesz. De hogyha világháborúnak esélye nincs pillanatnyilag, de Jóska, tehát ez mese. Abban a pillanatban, hogyha az orosz elnök arról beszél, meg a volt orosz elnök, hogy a szomszédba atom kilövésre való lehetőségeket helyeznek el. Nem helyeznek el semmit a szomszédba. Már miről van szó? Most Fehér Oroszország? Fehér Oroszország. Hát azok az oroszok helyezik el. Egyébként rakétákat, illetve hát ezek a rakéták képesek nukleális... Nukleális fejeket helyeznek el egy rakétára. A nukleális fej az egyszerű embernek a nyelvén az atom. Hát igen, de ez nem jelenti azt, hogy atomháború lesz, meg világháború lesz. Hát ebből ilyen következtetés levonni. De hogyha Fehér Oroszországban több ilyen cuccot, ilyen kütyüt elhelyeznek. Olyan túl sokat nem fognak elhelyezni. Akkor is, ha kettőt vagy hármat elhelyeznek. Igen. Kettő-három ilyen atom fejjel lévő, nukleáris fejjel lévő cucc kilövése okozhat egy atomfertőzést? Atomfertőzés semmiképpen nem okozhat. Egy atomhatása. Valahova ennek semmi hatása nincsen. Hát ezek egy előkészített lőszerek, amiket elhelyeznek a raktárba. A oroszoknak van ilyen 12, plusz még ezen kívül van 4 az orosz haditengerészetnek. Amerikaiaknak Európában van a hidegháború óta 6 helyen atomraktáruk. Ha ezt ott kilövik, milyen területet fedez le? Ott nem lövik ilyen, onnan valahova majd alkalmazzák, hogy milyen területet, attól függ mekkorát. Tehát ez akkor minek viszik oda, hogyha nem mondja? 0,3 kilotonnától egészen 170 kilotonnáig. Jó, hogyha de hogyha ott nem használják, akkor minek ott állítják föl? Hát akkor, ha nem használják, akkor miért ne? Tehát akkor tulajdonképpen minek a hadsereg, hogyha nem készülünk fel arra, hogy egy esetleges háborúban legyenek eszközeink? Akkor tulajdonképpen, amit a politikusok mondanak, elképzelhető, hogy ez odáig juthat. Miért jutna odáig? Egyébként szintiszta butaságot. Hát azért, mert az orosz elnök ergelni, hogy most az oroszok oda ezt helyeznek, meg azt helyeznek el, meg az amerikaiak mikor helyeztek el Európába ilyen eszközöket, ezzel most ennek semmi értelme nincs. Hogy hát nehéz ezzel aludni. Ijeszgessék az embereket. Hát van, aki nem tud aludni. Egyébként a amerikai atomeszközök itt vannak Európában most már lassan 30-40 éve, és még egész jó aludtunk idáig, tehát nem volt semmi különös probléma. Hát nem, reggelenként nem jelentél meg a képernyőn, és mondtad el, hogy a szomszédban, Németországban, és nem soroltad fel, hogy melyik városokban vannak ilyen silókban, ilyen cuccok, ami... Nem silókban vannak, raktárakban vannak, ezek zömében föld alatti raktárak, repülőterek területén vannak, amerikai... Mi a különbség egy siló, egy ilyen beton siló és egy föld alatti raktár nem siló, között? Ezek nem silók, ezek a siló, abból rakétákat helyezik el. Ezek fejek, amelyeket egy raktárban helyeznek el, amit az oroszok most fognak, amit rátesznek, mit tudom, egy rakétára, rátesznek egy tüzérségilőszerre, rátesznek egy bombára, attól függ, hogy milyen célból akarják felhasználni. Jó. Ez része a úgynevezett balettnek, tehát ebben semmi új, az égvilágon semmi új nincs. Ebből olyan következtetés levon, hogy világháború, meg atomháború, ez de óriási felelőtlenség. József, naponta beszélünk arról, hogy Ukrajnában háború van. Így van. Ebben a háborúban nem csak Oroszország és Ukrajna vesz részt, hisz az ukrán katonaságot valakik kiképzik, valakik működőképes fegyverekkel ellátják, sőt még a helyszínen is megmondják nekik, nem, hogy valaki, mit csinálják. A nyugati országok. Na most, egész Oroszország, hogyha jól láttam a tegnap izraeli tévéhíradót, akkor ott is van az oroszokon kívül egy különleges alakulat,
aki nem az orosz hadsereg tagja, hanem egy oligarchák, aki most éppen össze is van veszve az orosz elnökkel, és éppen nem szeretik egymást. Állítólag az úriembernek sok pénze van, de katonai rangja mégis bírál mindenkit. Tehát akkor itt nem csak egy ukrán meg egy orosz hadsereg arcol egy, ez egy proxy háború. Szóval nem volt, hogy ez nem proxy háború, hanem teljesen egyértelmű, hogy egy proxy háború, ahol az Egyesült Államok és Oroszország áll egymással szembe, és mind a kettőnek megvan maga célja. Oroszoknak az a célja, hogy az ukránokat meggyengítsék, amennyire csak lehet, eszükben nincs háborút kezdeni Amerikával, mert tudják, vagy a NATO-val, mert tudják, hogy ebből csak vereség származhat, egyébként pedig az amerikának világos célja az Oroszország meggyengítése. Egy volt demokratikus vezetőnek, ha valaha is demokratikus vezető volt, és esetleg közben diktátorrá változik, fontos neki az, hogy van esélye vagy nem esélye, meg akarja mutatni, hogy ő mit tud. Hát megmutathatja, csak hát, hogyha abba a irányba megyünk el, hogy világháború, meg atomháború, akkor ezzel tulajdonképpen azt érjük el, de lehet, hogy az a cél, féljenek az emberek, majd mi megvédjük az embereket. Nem tudom, mivel is. De hogy lehet megvédeni az embereket? Miért? Vannak erre eszközök? Egy atomháborúban is győztes, egy atomháborúban halott van. Tehát aki ilyeneket vizionál, annak fogalma nincs, hogy mit jelent az, hogy akkor menjünk a történelembe egy kicsit vissza. A hétvégén Észak-Magyarország felé vettem utamat, egy ilyen déjà vu látogatáson. Voltam például Rio de Casins Barcikán, és az igazgatói sorház mellett, ahol gyermekkoromból egy darabot töltöttem, ott egy ilyen hosszú bunker alagút volt, egy ilyen légoltalmi, még sziréná, a világon minden volt ebbe. Mikor gyerekek voltunk, rohangáltunk én ebbe. Én mostani vagyok, tehát ismerem Kazin Barcikát is környékét. Meg alaposan. Ezt is biztos ismerem. Persze. Akkor ennek, annak idején ezt minek csinálták? Hát a mostani vegyekombinált az egy hatalmas nagy üzem volt, meg most is az. De a lakótelep az embereknek, ezt nem a gyárnak építették, nem a gyártolták volna bele. Nem a gyárat, de a lakóházakat, tehát ez polgári védelmi létesítmény. Mindként épült annak idején, amit most is le lehet használni, hogyha kell. Sőt, nem lennék meglepve, hogyha ezeket a polgári védelmi létesítményeket, amelyeket annak idején hoznánk. Egy kicsit rendbe hoznak, mint ahogy Izraelben is van, ugye minden ház alatt ott van az óvóhely, és időnként meg szokták nézni, hogy tessék mondani, hogy ez butortározó, vagy nem, de nem használják butortározó. De ezt akartam tudják. Megkérdezni tőled, hogy itt Európában ezek a létesítmények, amit az elmúlt 75 békeesztendő alatt létesítettek, félve attól, hogyha visszatér újból egy valami háború, ezek ilyen eléggé roncsos állapotban, furcsa állapotban hát vannak. Hát az egyik országban ilyen, másik országban olyan. Ami az ágban Magyarországon? Játék. Hát Magyarországon szerintem elhanyagolták ezt úgy alaposan, nem sokat foglalkoztak vele, de megnézzük mondjuk a másik szélsőséget, ahol azért tényleg rendben van, Svájc vagy Ausztria, ott ezek az óvóhelyek igencsak rendben vannak. Tehát itt azért frissítik, de hát mondjuk... Ezután a kirándulás után megnéztem egy dokumentumfilmet, hogy néznek ki ezek a közel-keleten. Hát ott, mint a föl lennének készülve arra, hogy bármi történhet. Kötelező, tehát ezek törvényileg leírások ellenőrzik, és hogyha nincs meg, akkor ezeket meg szoktak büntetni. Tehát, de van nekünk kell, feladatunk. Nem is kell magyarázni, tudják az emberek, hogy ezeknek meg kell lenni, mert ha véletlenül valóban menekülni kell, akkor legyen hova menni. Na jó. Én tudom, hogy az egész ország, én tudom, hogy az egész ország békét akar, teljesen érthető. Tudom, hogy a parlamentben megtárgyalták ezt pénteken, de ha Isten ments történik valami, akkor a hátország védelme ilyen téren kinek a feladata? A hátország védelem a hadsereg segítségével, de elsősorban a katasztrófa védelemnek a feladata. Tehát az ország felkészítése polgári védelmi feladatokra a magyar törvények értelmében a katasztrófa védelemnek a feladata. Tehát akkor ezeket a... Ezért vannak felelős emberek, vannak felelős ezek szervezetek. Ezek a civil emberek részére valamikor felépített, ma használhatatlan állapotban lévő intézményeket rendbe kell hozni. Hát rendbe kell hozni, vagy rendbe kellene hozni. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy azok a létesítmények, amelyek mondjuk a házak alatt vannak,
ezek elő lennének készítve, mert pontosan tudja mindenki, hogy a lakótelepeken egy 10 emeletes ház alatt, ami van, az a raktár. Eredetileg a raktár, tehát arra használják. Na most azért Budapesten vannak olyan létesítmények, ahova egy adott helyzetben az lakosságot ki lehet menteni, nem kell nagyon messzire menni, ott a metró, most már van 4 vonal, oda sok embert el lehet helyezni, ezen kívül van bőségesen olyan alagút Budapesten, ahova embereket el lehet helyezni, tehát nem feltétlen a lakóházak tehát alá akodalomra... kell, de merem remélni, hogy ez elő van készítve, tehát a katasztrófa védelem ezt megcsinálta, ha nem, akkor... Akkor ime ez a pillanat, most megüzentük nekik. Igen, így van, de biztos csinálják. Tehát menjünk vissza... Tehát törvény van. Menjünk vissza a Közel-Keletre, és nézzük meg, hogy különböző országoknak van olyan alakulata, amely nem mindig a katonaság alá van rendelve, a zsandaria Olaszországba, Franciaországban egy külön ember van, aki felügyeli ezeket. Amerikában úgy szintén... Nemzeti gárda. A nemzeti de egyébként gárda. Egyébként a csendőrség van, ahol több a rendeltség. Franciaországban például a csendőrség, az a igazságügyi minisztérium, a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium alá van. Tehát hármas a rendeltségben van. Ez országonként változik. Nálunk ilyen nincs. Nálunk nincs csendőrség, tehát nincs kinek alárendelve. Alárendeljék, tehát Magyarországon nem működik ez. Mert nekünk erre nincs szükség? Hát nálunk rendőrségnek hívják. De azok nem csak rendőrök, mert a Olaszországban van a sima rendőr, meg van ez, aki ezekkel foglalkozik. Olaszországban többfajta rendőrség van. Van olyan, van csendőrség, ami egy központi szerv, tehát az kiválóan működik. Franciaországban is ugyanaz a helyzet. Ezek központilag irányítású szervezetek, tehát az azt jelenti, hogy egy kézben van az irányításuk, vagy három minisztérium alatt részletkérdés, mert ha három minisztériumot van, akkor is összehangolják a tevékenységét. A rendőrséget azt nagyon sok helyen úgy alkalmazzák, az olaszok is például, vagy a franciák is, hogy az önkormányzatoknak vannak alárendelve, és az önkormányzat rendelkezik fölöttük. Hát függetlenül a rendőrségen belül is van olyan szervezet, amely központi alárendeltségben működik. Például... Nem tudom elképzelni, hogy a bűnügyi rendőrség mondjuk ne legyen alárendelve egy központi szervezet. Oké, de hogyha megnézzük például Iránt, ott az ajatula alá van egy külön. Hát ez egy más társadalmi rendszer, ott másképpen működik. Nyilván ott is megvan az, hogy ki a felelős érte, melyik minisztériumhoz tartozik, és hát van a politikai felelősség, meg van a napi irányítás, ezt nyilván nem szokták összekeverni. Értem. Akkor ilyet nem kell létrehozzunk. Szerintem teljesen fölösleges. Na most, beszéltünk ma már dr. Krasznai Csabával a kiberbiztonságról. És a kiberbiztonság hazánkban millió egy helyhez tartozik. Hogy van ez a nagyvilágban? Ugyanígy föl van osztva, hogy... Hát a kiberterületek azok nagyon sok részre oszthatók. Tehát kérdés az, hogy most milyen területet kell védeni. Hát nyilván itt a kritikus infrastruktúrákról van szó elsősorban, amelyeket különös figyelemmel kell kísérni és védeni. Amelyek benzinkutak, laboratóriumok. Ezt központilag szervezik meg. Aztán ezen kívül persze nyilvánvaló, hogy az adott minisztériumoknak vagy adott vállalatoknak. Hát van egy nagy vállalat. Annak is van egy olyan tevékenysége, amelyet a kibertámadással meg lehet bénítani. Hát ennek a megszervezés, ennek a védelmének a megszervezés az adott vállalatnak a feladata. Tehát én úgy látom, hogy azért ezek szabályozva vannak. Tehát nem össze-vissza. Mennyire veszélyes, ha bár időnk már lejárt, egyetlen kérdésem, hogy mennyire szerepelhetnek ezek a kibertámadások napjainkban, például az orosz-ukrán háborúban? Nagyon nagy szerepe van, tehát ezeket mindkét oldalon alkalmazzák, keveset beszélnek róla, de nagyon sok kibertámadás indul ukrán, illetve amerikai támogatással Oroszország ellen és fordítva. Mindjárt megnézzük, hogy mit mond mindenről Flesz Tamás, a Magyar Szállodaszövetség elnöke, hogy vajon az ő turistáit valaki ilyen kibertámadással ellopja-e? Hát nyilvánvalóan nem lopja el, de ezt a területet is tudják támadni, elsősorban a banki témában. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és mielőbb visszavárjuk. Köszönöm szépen. Szép, jó, egészséges hetet. Előzetesek, és már is Flesz Tamással folytatjuk.